Eljöttünk ide Trogirba egy kicsit körülnézni, már nem tudom hányadjára. És hát nem nagyon kell róla beszélni. Büdös van, és annyira el van szennyezve a víz, hogy a bójának a kötelét alig lehet látni. Szóval ez guszus, ami itt van. Arról meg nem is beszélve, hogy ezek a sátrak, ezek hozzátesznek a hangulathoz, elnézek jobbra vagy balra, és úgy érzem magam, mintha valami gettóba lennék. De ezek majd ki fognak nyitni nyáron, de hát most még csak tavasz van, ezért még nincsenek kinyitva. A kacsák azok elég szépen úsznak ott, ebbe a mocskos vízbe. De elég gusztustalan, és látszanak a olajfoltok, és egyszerűen iszonyatosan büdös. De ott úszott egy halacska, szóval annyira nem lehet szennyezett, mert még élnek benne állatkák, de... És ez szomorú, ahogy... Jajaj, itt visszafordulok inkább, nem bírok menni. Ott. Ezek a sátrak is, annyi van belőlük. Szóval ilyen az, amikor nincsen kinyitva. Ilyen gettószerű az egész. De most megyünk egy kicsit tovább. Emberek között azért van pár, ami már megnyitott. Ilyen ruhák, meg pár ékszeres. Nem sok. Her brain fried, my lady papa zenny, other lady popping molly, why she waiting on me? Yogi my area, yogi my area. Keep on heading if you want, I drive it like a nut. I don't wanna hear you, just down, I ain't you know, like I'm bango, cutting my hair.
I just keep going though. 소식권을 믿고 I fly non-stop. Kelly에서 New York 구름 위로 hop on. Drive out and riding birds. Honeyberry counting cups. I do what I wanna do. 그게 나의 문이 원. 너넨 꿈 꾸지 말만 마. 나는 애락해서 저녁 살아선 태양선 아예 한국에서 만민 도착. Még tavasz lenne, mert még tavasz van igazából, mert nincsenek kabócák, még nyílnak a virágok, még zöld el a nyárfa az ablak, ja, nem. Még a szél is kicsit hidegen fúj, teljesen mások az illatok. Itt meg most Trogirban dögmeleg van, és nagy a hangulat, meg minden. Megérkeztünk az apartmanba, nem sok minden változott, pár új pad, meg pár újabb fát ültettek, például három fügefát és egy olivafát, de még előszezon sincs, szóval itt még van pár simítani való. Egyébként most ezt a szállást kaptuk itt a földszinten. Nem megyek be, mert éppen most lett kitakarítva, de egyébként a Lamp Studio YouTube csatornán megtekinthetitek, hogy hogy néz ki belülről. Szóval én ezért sem mutatom be. De hát a kilátás mind mindig nagyon szép. És ami még változott, hogy lettek új napágyak, 4 darab is. Ezek még nincsenek úgy lehelyezve, szétszórva az udvaron, de ami jó hír, hogy vannak és már készülődnek arra, hogy oda ki legyenek téve. Itt még van mit elpakolni, de hogyha itt rend lesz, akkor mehetnek le majd a napágyak. És most lejöttünk a partra. A víz az kemény 17 fokos. A lábam az már megszokta, de a testem nem hiszem, hogy megfogja. Nemrégiben lett egy ilyen kis Sennkor akciókamerám, és most elhoztam ide Horvátba, nyáron többet fogom használni, mert akkor melegebb lesz a víz, és többet fogok bent lenni, szóval most csak így megmutatom, hogy úgy nagyjából hogyan néz ki a víz alatt a dolgok. Remélem, hogy nem lesz egy ilyen ocsmány szar képe, de meglátjuk. Na most a GoPro-nak a felvételét láthatjátok. Hát eléggé föl van kavarodva a víz, de olyan furcsa nagyon az egész képe. Hogyha majd jön a nyár, akkor megpróbálok egy olyan pontot keresni, ahol nincsen fölkavarva a víz, és akkor ott majd beleteszem, és akkor végig videózom az egészet. Nem mutatni, hogy pontosan hogyan néz ki, de egyelőre ezt produkálta. Bejöttünk egy kicsit bevásárolni, és hogy azért aki Horvátországban szeretne jönni, az tisztában legyen az árakkal. Üdülő övezetben vagyunk lényegében, közel a tengerhez, és hát aki Horvátban jön, ez nagyjából üdülő övezetben fog Aldi, Lidlit, Tomit, Plodint találni.
és oda menni. Árakról annyit kell tudni, hogy magyar árakhoz képest egyébként nem különböznek, tehát a dolgok vagy ugyanannyi, mint Magyarországon, ugyanolyan drága, vagy olcsóbb, de semmiképp se drágább. De ha meg kijebb megyünk horvátoktól, akkor minél messzebb vagyunk egy üdülővezettől, annál olcsóbbak a dolgok egyébként, szóval erre lehet most számítani. És megyek le a partra, kicsit megnézem, hogy milyen. A szél az egész hűvösen fúj, de nem mondhatnám, hogy rossz idő van, ugyanis 26 fok van most, és a hőérzet az 28. De nem ezt akarom most mondani, hanem hogy itt az egész befele menő úton, itt benőtték a gazok, meg mindenféle növény. Úgyhogy ha most egy kicsit megállok, akkor látszik is. És fölfele már annyira nem, de itt lefelé nagyon szépen látszik, hogy mindenféle fű meg gaz van itt. És hát ez nyáron szintén nem lesz itt, mert annyian fognak járkálni, hogy kitapossák az emberek. Arról meg ne is beszéljünk, hogy szárazság lesz, és az eső sem fog nagyon esni. De itt egy szép virág is. Szóval ez az útszakasz, ez így néz ki tavasszal, és lehet, hogyha egy hónappal előbb jöttünk le volna, vagy 2-3 héttel, akkor még több gaz lenne itt. Egyébként a víz az 17 fokos, szóval még jó hideg, de a napokban volt már olyan, amikor 18,5 fok volt. Hát az se sok, az se sok. De most jelenleg 17 fokos, és lehet, hogy megpróbálok bele mártózni egy kicsit a vízbe. Idei első tengeri csillagunk. Itt vagyunk most Rogoznicában, és nyárhoz képest amúgy alig vannak az utcákon, tehát ott megy pár ember, de amúgy szinte üres az egész terület, meg pár autó van. Szóval nagyon érdekes az egész, hogy milyen nyáron a főszezonban itt mindenki tömörül az utcán, még így nyár elején, tavasz végén tök kevesen járják az utcákat. Képek azok. Tavasszal még ez sincsen. Itt föltöltve halakkal. Érdekes, meg kiürült. Itt úszkálnak nyáron a halak, de hát most még itt nincsen semmi. Vagy lehet, hogy nem is lesz, örökre kiürültek, de nem tudni. Már alig vannak az utcán. Mondjuk éppen most kocsit mosnak, azért van ilyen nagy hangzavar, de amikor leálltak, akkor nagyon nagy csönd volt. Este 11 óra van, és utcán konkrétan nincsen senki, holott nyáron zsong a tömeg ilyenkor még. Amúgy így néz ki a tég, napágyak és napernyő nélkül. Elég kicsinek tűnik most, hogy így nincsen itt semmi, de amúgy meg egész nagy. Szóval amiről még beszélni szerettem volna, csak így megemlíteni. Itt, amikor megyünk be a vízbe, akkor itt
ezen a résznél, ennél a résznél volt egy hatalmas nagy betondarab beletéve. Az azért lett oda téve, hogy nyugodtan le tudjunk menni a létrán, és rá tudjunk állni, és akkor onnan szépen be tudjunk úszni. Na most, nagyon szépen látszik, hogy itt az a hatalmas, nem tudom hány tonnás szikladarab, betondarab, így eltűnt. A fele tudja, hogy mi történt, mert hogy a tulajdonos mondta, hogy ők is csak azt vették észre, hogy egyik napról a másikra úgy eltűnt, az úgy elég érdekes. És kötve hiszem, hogy valaki idejön egy hatalmas nagy markolóval és kiszedi. És egyébként az egyik lépcsőfok is hiányzik, azt kivitte a víz, meglazult, aztán elvitte. De hogy ez a hatalmas nagy szikladarab az hogy került el innen, azt a fene tudja. De amúgy ott van egy másik szikladarab, nem nagyon látszik, de valamennyire. Na az szintén nem volt ott. Tehát azt se tudjuk, hogy az úgy most hogy került oda. Szóval érdekes dolgok történnek itt. Random megjelenik itt egy szikla, innen meg eltűnik egy majdnem egy tonnás betondarab. Hát ide is elérkeztünk, eljött az utolsó nap. Egész gyorsan, sőt nagyon gyorsan elment ez a 4 nap, de nagyon jó volt szerintem. Szóval ezek után már csak haza.